A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődést, a karrier építésének lehetőségét, illetve a tanulóképzéshez és vállalkozás szervezéshez szükséges ismeretek elsajátítását. A mesterképzés nem önmagáért való, célja küldetése van. A tevékenység magas színvonalon való művelésén kívül a rendszerrel szemben támasztott elvárás a tisztességes vállalkozások tekintélyének visszaállítása, megőrzése, valamint az, hogy nyújtson minőségi és etikai garanciát a megrendelőnek, adjon rangot a mestercím viselőjének, járuljon hozzá az utánpótlás színvonal szakmai és morális neveléséhez. A 2015-ös törvényváltozások óta a gyakorlóképzésben csak az vehet részt oktatóként, aki mestervizsgával rendelkezik, így a mesterképzés még jobban felértékelődött. Önök itt ma este mesterért lesznek fogadva, a jogszabály adta lehetőségnél és jognál fogva önök tanítványokat foglalkoztathatnak. Tanítvány és mester között mindig nagyon szoros és sajátos a kapcsolat, hiszen mindannyian vissza tudunk emlékezni egy-egy olyan mesterünkre, akitől annak idején a szakmát tanultuk, és akire akár ezért, akár azért, de vagy jó szívvel emlékszik vissza, vagy pedig maradandó nyomot hagyunk bennünk egy másokból kifolyólag. Önökben nagyon nagy felelősség van. Önöknek nem csak a szakmai tudást kell átadni a tanítványaik részére, hanem a szakma szeretetét is át kell adni, annak érdekében, hogy a tanítványoknak ne elmenjen a kedvük a pályától, hanem éppen az megöljön és itt maradjon a Békés megyében. Ez nagyon fontos lesz a jövőben is, hiszen egyre több cég és vállalkozás küzd Békés megyében azzal a problémával, hogy nincs elegendő, megfelelően képzett szakember ebben a térségben. Az eseményen összesen 93 szakembert avattak mesterré. A jövőben a cél, hogy ezek a képzett, szakmájukat jól ismerő leendő oktatók minél több embert képezzenek, ezzel is erősítve a megye gazdaságát.